Ne parázzak mábel, jó áruk, meg hollandi forint, hajaruk a csizma és kivilágítás a fűtés. Saját szekrény és malhatsz. Az első a hidegrítás, a második, akit eladtak, a harmadik szerelmes csóba, fluxos csóba, a negyedik megfigyel készen a barát, átlát a szitán, átjut a tűnfogán, nincs itt mit élvezni, elmenni ő fog, és nem más, még idejében. Tart a tájékoztatás, tart a felvételén is be a paluház hátuljában, kivel porognak a lúgnyák, meg az első és másod harmadapák. Úgy féltik attól a hollandiázást alatt a sok büdös kis kurvát kezdődő szúnyog lármákot, ott már boldogulás van, itt meg nincs semmi. Sokat alatt van, az van, de itt is semmi különben. Embernek asszonynak valami kell, Kurdinak meg még több, és még több, és még több. Majd én kijutok innen, és átjutok azon a hollandi falon, és kiáll, ki át azon a kirakaton. Én leszek a gazdag gácsolni, vagy gácsóasszony. Fodrásznál kiszivattatom, göndörítem a séró hajzatom, lesz fogam is, és nevetésem, kézitáskám, és buksza lesz szabban. Nem lesz baj, hogy a falu rusnyája vagyok. A csilla, az eszer, az aranka, a gyöngyi. Négy lett először kiválogatva a jutalom útra. Tám még az Európai Unió is támogatta. Ennyien fértek be a ladába. Hol az fény, hol az arany, hol a gyöngyi út, elős a dohány és addidas illatú megcsörrenő csók nem lesz. Az eszer egy hallgató, falu hülyéje. Nem érti, nem érti a sötét hangot, a bársony barancs szavakat, amikre három másikak pörögnek, inni a cikit gyújt, ablakot húz, le, föl. Lassan a határhoz érnek. Nincs már határ. Ja, mi beszélek, nincsenek határok. Az Európa széles otthonunk. Van azért útlevél mindőnek, külön-külön, a Joe-nál a kistáskájában. Azt mondta, pénzünk is van, 10 euró külön, és hogy az bőven elég. És hogy elég lesz nekünk a másik országban. Gondoltunk is már, hollandiázni megyünk, ne sirass! Szólj rám, ha egyszer véletlen, összefutnánk egy másik életben. Nem társas utazás, mondja a csó, hanem munka, more, munka, oktatás, viseleti tanítás. Magadat hogyan viseljed, more? Ki akartottál csájért tulipáros országba? Mit hogy, more? Mit hogy fölle baszni, more? Mit hogy más, more? Baszni, szokni, ahogy a csillag megy az égen. Tanítás alsófokú iskolája, vörös szemedet moderáljad, alhazd el vándorútra szakadt honvágyodat. Ki ne tegyed oda a kirakatba, mert Móresre lesz a legkomolyabb tanítás. Ott a paluház hátuljában, vagyis a pokoltornácában, a kocsma gúdiába igaziból berácigál a bőrrel álló disznó, a Rocky, és letépi az egyetlen rendes bugyimat és megnyugaz. Minek sírok? Mindenki tudja, a nevelőapám elejétől fogva gondosan gondozza az altestemet. Én meg tudom, ő is megbaszna, hogyha bírna, de kornyatök kicája pisány se jó már, és mennyi adott? Na azért álljon meg a lápásmenet. Nem fogjuk üzleti téren kikötni, csak egy másik kezével magát gyömöszöli. De úgy látszik, nem tud elmenni, én meg sajnos már igen. És sírok. A szép melodráma, világigassága, kedvezharcos kénynők valódi magánya. Minek a föld, hogyha nem a miénk? Minek az ég, hogyha bár nem a miénk? Minek az ország, a város, a húza, a falu, a tanya, a disznó, a disznója? Minek a bánatos, terészaros járta? Minek ha az sincs, csak a sincsek magába? Minek a Gábor, és minek a Gerda? Magyar cigány szívét kieszi a hidra. Ideged országban nem a tiéd a föld, amin imbolyoghatsz. Aranycsizma se, sem műszörre, mint bunda, magyar bikiniben, fekvenő sötétben, nem a tiéd a fény, utca, utca, utca. Istenem, engedd ki dobozaiból. Csak azt hiszik, hogy én a hülyéje vagyok, mert semmi nem érdekel, és végtelen nyugodt vagyok. Csak azért nem lesz életem, mert minek? Gondolatokból is ért az ember, ha bár minek, mert az se érdemes, és nem túl érdekes az ember. Például, tud-e most nekem olyan mutatni ez a kamionos itt a hátsó vigics, amikor úton vagyunk különben a hollandiban? És semmit se kérdezek. Hát nem tud. Már annyi időt átéltem a földön, annyi helyen és testeken fordulódtam, hogy amit tennem
kell, vagy tesztek velem nemetnek kell. Magamon, akkor persze észre ne vegyék, de most fogja. Ezek a tárgyak is, amivel jön ide nekem belém, próbál a vécigepet, kefe meg olló, meg de pont, hogy letelt az ideje, nemetek magamon, persze csak magamon. Megszégyedül a cibája, a katyáját, ez az állat, mikor a Joe Fuchs-os Joe rám törje a kamion ajtaját, halleluja! Helyezkedtem, hogy estére én kerüljek az anyósülésre, és nem bántam volna, hogyha felrohannunk és fej-fej mellett vannunk véres homlókkal útmenti fába. Többször igyekeztem elvonni a tekintetét az útról, különben is a strádán nem lett volna semmi sem, lehetetlen. Olyan irányban húztak el mellettünk mások, és mutogattak, de a Joe nem pipált rá, ezt is szeretem lenne, ezt is olyan mondom, hogy nem hederít, igaz, hogy rám sem. Biztos magába ez a Joe, én meg biztos vagyok benne, hogy szeretem. Lopom a pillantásait, nem a fogpiszkálóit. És ügyeskedtem, hogy estére éljenek az első. Próbáltam beállítani az ablak föllehúzását, hogy középhűnösségete legyen, de rám rivalt, hogy hülye csájje, a szállán ablakot fel. Majd éjjel, ha megalszunk, úgy ügyeskedett, hogy az első próbára én kerüljek. Amsterdam lesz a lakóhelyünk, maradunk itt, így maradunk. Sarkon a szállás, kisbolt kibejárás, itt van az utca is, rengeteg üres kedvenc, benne mi világítunk. Első este önre ment két lúvja. És kiképték egymás haját. És ki a szemlopvánta egyik a másik szemöldökét, mi a csúny elbökette őket, hogy mást is se tudtak, kúztak elé. Másnap már ott álltak a kirakatban déltől éjfélig, és remélték lelőti valaki őket. Akkor pihennek, hiszen csak szétteszik a lábukat. De mi mindent csináltak mégis velük. Micsoda voltak, és még micsoda ötletek. Moleszté utca, magyar sikátor, magyar menedék, ez lesz a Nyíregyháza utca! Neveket kaptunk, új neveket, hurrá! Van már Luna, Lola, Libertin és Lulu. Van már Tetko és egységes ruházat. Stretches Lurex, úgy, mint Komoly. Hát ez egy szar, amit rákvaratott ez a Joe. Ez a mindenes, ez a kifutó fiú. Elvigyekkedtem a női vécében, a tükörben. Egy ronda, fekete rózsa. Tudom, hogy mind a négyünkre ezt maradta. Olyan begyár romantikai rózsa. Pláne, hogy a tetves testője kivörösödött a felekemen, merő égés lett már eleve. Nem tudott feküdni tőle az ember lánya. És a tükörbe se láttam, hogy mi az állapra. És kaptam tőle sminkszertet, és gyönyörű a ruha, és a magas sarkú, és a mobil, amiben benne van a száma. Csak nekem. Kedvezve lukickol a szívem, szinte bármikor hívhatunk két esemény között. Lehet, hogy nem tudja felvenni, de akkor meg később visszahív. És a Tetko, mint egy jelöljáték, olyan. Direkten nézve megnéz. Fel mindenek előttenetes, Debra. Ez azt csinál velünk, amit senki sem merne. Nincs kímélet, nincs csönded, vigalmad. Pedig még a mi negyed vagyunk, te átkozott, Molenszék utca. Hidd meg, mi van, majd te fuchsos erőd. És van erőd arra is, hogy bennem még te kereg és facsarjad a lelkem? Facsarjad, mert visítok, mint egy szörnyű koca, és kapargatom a tetoválást? Tehát nem vagyok hibás, Debra. Annapi rend! Reggel 10-kor reggel 5 és kávé. Mari, ez is a vitaminok. Gyors öltözés, fürdőszoba nincs. Smink az van, már jobb a hangulat. Most találkozunk Joe-val és a lányokkal. Még átmegyünk az utca túloldalára és elfoglaljuk ő helyeinket. 12-kor fölgördül a hűdöny és adjuk, amit van. Kettő után vodka kör, kenyér és szalámi. Volt, hogy nem hoztuk be a függönyt. Kintről meg turisták nevettek. Minden újítás, aztán újra őrség. 100%-os esélyt kell produkálni. Vagy egy kés százat kell baszni hajnalig. Van, aki érzi a saját szagát. Úgy igyekszem, hogy éledek a legjobban. Engem keresenek, és mindenképpen elégedett kuncsoktok lépjenek ki tőlem, vagy visszajárjanak. Öreganyám azt mondta, megcsinálhatom a szerencsémet így, ha nem tudom el, nem szeszélyes lebek. Pont mindig úgy ülök, vagy inkább állok, hogy teljes testen látszódjak. És kipróbáltam egy szép mozdulatokat, és igazából mindezt a Joe-nak mutatom, mert sose tudhatom, mikor bukkan fel, mikor lát őket és szemlél. Ezt ő mondta, és ez jó, mert szeme mindent lát. Jaj, de szeretem a kirakatomat, és a többiekért is. Mennyi a lehetőség, a játék.
játék ez a különféle. A Szent Pillám rezgéséből kell felismerniük, mely karaktertípus, indulat, történelmi vagy irodalmi alap vagyok. Szent Pillám meg sem illette, és változó. Szökési szándékomban a következő dolog motivált. Egy idő óta nem tudtam megjegyezni az emberek arcát. Farkak, alsógatyák, zoknik és szétnyíló férfiségek a horizontomon, és egy bizonyos szag, pálint erőszak hollandiázik. Nem is látom az arcokat, tulajdonképpen súlyos látászavar tört ki rajtam, és az egyik segnyomában kirektem az utcára, és nekilódultam. Jaj, hol lesz egy utca, berajta végighánytam, de kijutottam belőled, és megláttam, hogy vannak azon kívül is utcák a Hollandiában, Vigali negyedben. Sejjen hajszoltagú lányok vakító mosolygással és nyelvtudással, mert azok a tündérek nyelveken szólnak. Mi meg csak hallgatunk, mint akinek kivágták a nyelvét. Egyszer lesz 10 euró baszás, előre hátra 10-10, aztán szopás, szájra baszás 10, kukkolás 10, fiaménye, őse bátja, kutya, szamár, orrás. Masz, oroszlán, ostor és katana, ízbeöntés, folytogatás, 10 mindenképpen. Előjáték, cigaretta siker, 10 pépes heverés, 10 Isten hazára. Még szép hajószer nélkül, teljes testüreg váladék és tartali belek is. Minden ötödik menet után aratás, el ne lopják a csajaitól a csúcskát. Most nem, most erre akarok gondolni, ami itten a vigalomba van. Ez a végtelenített instant fény éjszaka, hanem a régi nyomorra, Magyarországra, Nyíregy mellett, mikor cserjét meg nálad lopni játszunk furdék koromban a sóstóra. Most nem erre akarok gondolni, ami történik velünk, mert ez egy illúzió csak, hogyha úgy tetszik, kimenekülök még a Magyarországban is. Volt egy madárfiúka, kiesett szegény, senki nem ápolta, ezek az anyjuknak se kellenek már. Szájából letettem én is. Madár. Most semmiképp sem akarok a gondolataimban ítélkedni. Hogyha megfagyok itt az utcán, senki nem fog keresni. Inkább visszafordulok emlékeimmel a Nyomorországába. Ennyi örök jár. Semmiképp nem akarok másra gondolni, mint őre. Mindegy, mi történik velünk. Kezdettől fogva ő volt, ami történt velem szép Nyomorországban. És itt is, Tonikánországban. Ez itt az erényes boldogság országa. És én, mint önkéntes segítő, sokat küzdöttem ezeket a lányokat. Sírtam csak tegnap is, hogy a fővérő kitette egyiküket, mert nem tudott fizetni. És szegény hiába mondogatta, a Ferinél a pénz. A Feri nem reagált a telefonra. De amikor mondtam, menjünk a rendőrségre, sírni kezdett a lány. Hogy akkor megölik a gyerekét Nyíregyháza mellett. És sírtunk. Ennyit elik az ügyvonból. Buta, sanda Magyarország. Nem fogadod vissza a tékozó lányát. Te vén, szitja apa. Te mocskos vagy. Kiokálod őket, és reszketsz arrakodban, ha nem segít magadat. Itt a túlrólúdi lányok. Gyertek elő, magyarkák, rövid pihenni. Akkor történt, mikor a túlrólúdi csaj megjelent a színen. Egy csattanás robaj, és a spriccel üvegszilánk, és vér. Akkor értem a kirakat elé. Még éppen láttam, hogy bózolt oda be szegény. Akkor a szép vöröshajúak rákötözték a levelüket a fűre, és bedobták vele a kirakaton át a Lola fejét. Rusnya hagytak a cigányodját! Abszul a Hollandiából! Az beszél, hogy túl sok mindent megteszünk, megtesznek velünk túlságosan kevésért. Akkor a túlrólúdis lány hívta a mentőt, minek kimentünk el az Amsterdam város főterére, és ott egy virágszőnyeg volt leterítve, és nagyon úgy látszott, élnek ott igazi emberek, nem csak démonok, mint az átváltoztatott szegény Magyarországon. Szép Sanyika! Lakik az Őz utcában, az a gyönyörű étterem készen várja a munkásait. Ki van a svéd asztal terítve, lakni tessék, és ott ülve várták az igazságszolgáltatást. Ott ül a kőműves Sanyi, a gázos Pistyúr Zoli, a burkoló Andris, az Ácspec Attila, a villamossági Gigi, velük a csajai, szóljon a Dömidú, Palazzo Garden, Hotel Andrész korán. Tóztot akarunk, szinte éjsötét. Szép Sándor, köszönöm, és már emelkedik formás segge fölfelé. Ez lesz a nyíregyi paradicsom, mikor a kommandó benyomul. Ki és villa kanál, homár és Dömidú, megáll az időben. Én itt megkeresem a kenyerem javát. Ha, mert az idő végén a csó ideálja.
neked lehetőségeket, meg szépséget nem hagyok veszni. Prima, dankje. Elveszem, lehúzom, leengedem, és odaadom. Tartom a nyílásaimat, amit te lehoztam, és sikerült valamitnel behatolnod, hol a madár se jár. Ma egyszer csönd volt. Van egy bizonyos óra, mikor az utca kiürül, nincs mozgás, megáll a dugás, leáll az őrjárat, nem látszom, pedig ott vagyok. Jön a verés, jön a verés, mint a rendeltetésszerű sorminta. Ma kettővel, kifakult lapossal, egyikkel el is aludtam, elmenni nem mentem. Kevés a zseton, persze, hogy kevés, szívünkből szólsz, ó, Zsó, jöhet a verés. Van, akihez vonzódom, akivel egy követ folyunk, és kapzsír ráfordulunk az igaz útra, hogy élvezzük. Van aztán másik, aki mesztelen csigára hasonlít, és boldog a láttaposnál. Na, van még egy dolog az emberi szívben, nincs eset. Tudtam meg tegnap előtt az Aletta van der Maat felvett nevű hölgytől, aki a Rode Drag munkatársa, vagy szabadjöke, mert olyan kedvesen visszanyúl, mint egy másik nő. Volt egy királynő, akiről mindenféléket mondanak, de főleg, hogy itt a Wallenben megcsináltatott egy ilyen óvodát, direkt a kurvák gyerekeinek, a kisdedók. Na most, ha történetesen úgy alakulna, hogy úgy maradunk, mint aki jól bekapta a legyet, lesz itt egy kis gondoskodás az ember gyerekének. Ez milyen derék és kedves megoldás. Hogy szopjuk a fasz fel szemeim állva, vérvörös hullám helyére kiállva, köpni és nyerni nem tudunk a feladattól. Nem számít már, valósuk a cerkét, legalább a hasonból kiült egy keresztül az alagúton a derék napvilágra. Dátje Juliannak Köninger der Niederlanden. Ő járhat három ízben vonul ki és el a kirakataik előtt. Kivigyáznak rá a polícia munkatársai. Szemünk előtt testői minőségükben be nem tartozunk. De ők sem muskétásúrak. Nagyjából mindegy nekik és mindenkinek nem ingerünk el. Határokat nem ismerő szabadságjogainkban. Ma is a major azt mondja, többet kell kérnünk a fekete dönket. Mert tulajdonképpen, hogy hozzájuk képes, mi szinte fehérek vagyunk. Persze kérdés az is, ha a zsidó az Ószövetségi vezőségével belénk kalandozik. Mert mi van, ha egy iszlamista őt követi, vagy tudnánk kívül megelőzi? Luxusgazdaságba kínos lesz keverednie, mivel tilos. Megoldandó probléma. Nem is élni az ember, csak így egy kurvának micsoda tengerinfót és figyelmet kell a munkájára fordítania. Nem is mindenki bírja. De Rode Drag szempontok. Akkor most döntésbe hozzunk, mi lesz a végső kritérium, ami alapján döntünk X mellett, Y ellen. Persze, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy még a megfigyelés elején vagyunk. Szerintem kiadja magát a váró, kibőli magát a kocka. Többet az intuícióra, mint a módszerre bízni, amit én látom. Vicce egy kérlek, itt életed, sorsod felett lamentálni, nagyobb a felelősség. A módszer egy biztos raster, hogy kisebbet hibázzunk. De hát, ha ők már berendezkedtek ebben a köztesben, vagy hogy mondjam, állapotban, vagy szezonban, mintha nem volna teljes év, csak egy szezon lett prolongjánban, hogy nincs is igényük az őszre, télre, tavaszra, ott életszónak a nyár. Nem gondolom, hogy bárki, még egy képzetlen kultúráltan tahó is elhiggye, hogy itt csak nyárul a nyárba tart, vagyis hogy örökké tűnök a muspiac. Nekünk kell dönteni. Vagy a leggázat, ha kapnak esélyt, vagy akiben látjuk reményt a kikapaszkodásra. Ha nem tudom én a szerintem és ki van. Bocsánat, jól értem, akkor itt a szemét véletlen van megint a partigadokba? Bizonyos erények, amelyek a születéstől adottak a szerencséseknek, pedig úgy alakul, hogy nekik kedvez a szerencse. Bár még közülük is lesznek szerencsésebbek. Egy hierarchia lesz ebből, pláne, hogy azt is a véletlen robbantja ki, hogy ezekből kikerül még könnyebb helyzetre. Azok meg, akiket úgy vert a bal szerencsén, se szépség, cukiság, se ravasság, de még csak picike asszimilációs készség se. A csúnyák és kevesek kora a némák, akik helyett a minekünk kéne ordítanunk, ma újra le lesz most. Szerintem térjük vissza az akcióra, ha nem akarjuk, hogy a jóvásztor nővérek vagy a Jézus kistestvérei beletökjenek a levesünkbe. Állítólag megint vagy 6 kilakatot kiszúrtam.
parol. Ülünk a Vikribárban, mindünk kávészik, mindünk cigizik, élünk, megvagyunk, happy hour rendezünk. Volt a koktélos szépen, mert ma is a major, ma megfogta az Isten lábát. Úgy felébredt neki a szerény kis vállalkozása, hogy alig bírja csekkolni a belülői híreket. Szinte egy holland oroszlán nő, ahogy a kultus fiú levassza mindenért. Mi senki vagyunk. Mariska egyebek mellett erre figyelmeztet, és mi vettük a leckét. Nem két forint az etetésünk, a adatásunk orvosi készenlét, annak a töredékése hozzuk mi vissza, akármány decivel is hamatolunk. Mindünk hádézik, mindünk spamlizik, nem sírunk, csak ugye mellünk körül vibrálás jön, rendelhető izom. Most kioltuk magunkat az időből, várjatok, míg egy csorítot lenyomunk. Jó társaságban vagyunk, nem csak nevet kérünk, de vihogunk, nyerítve röhögünk. Ha meg nem tudjátok kivárni, menjetek ki a húsvicsába, ennyi! Itt vagyunk megint a sarkvonalnál. Semmi nem igaz abban, amit énekeltünk. Itt basszuk a rezet a ketreceinkben, nézz engem az állatot, az emberiség legalja meg a lényeg! Nem emelkedik föl egy centire se. És vannak új szabály. Koppan a fejem, amikor odavasz a földre, és dárulják fölgönyök első körre a mélyemig. Mondta az orvos, hogy kinél vigyázzak. Gyullad és sebes a mixáj. Ebből nem lesz egy hosszú földi tartózkodás. Fáj, te állat! Persze, mindegy is. A kérdői. Jönnek megint a papíros csajok, mindent elmondtam hétszer már, amit tudok, amire emlékszem. Ha bár lehet, hogy segítő szándékkal mutogatnak, meg rajzolnak, meg mostanában egyfett a nekünk. Kérdésekkel jönnek, amikkel eléggé felbosszantanak minket. Fárasztó annyit beszélni, pláne, hogy nem értem, amiket kérdeznek. Kényszerítik-e önt, mármint téged vagy engem a holland lehetőség, ezt kérdezi, érted? Jó vicc. Hogy ismersz-e valakit, aki az akarata ellenére lett kurva, te pedig fölnyomhatod. Loverboy, tudod-e, Lola, hogy mit jelent a holland hatóságok, mit értenek rajta? Adjál már szállatni, nem tudom, de nem is érdekel. Itt minden szabad vagy, hogy te mondani, legális. Ja, szabad a mesterségünket, üdvözlöm. Milyen mesterségünket? Álljon meg a menet, azért itt elég durva dolgok mennek nap, mint nap. Igaz, hogy kirövjük őket, de lássuk be, súlyos rabságban vagyunk. Oda ne rohanja, még azt hiányzik, hogy te megmondd az őszintét, de Rode Helperének. Aztán ők nem tudják, mi folyik ki. Azt akarják, hogy pontosan szépen dolgozunk, amíg a csillag vagy az égen. Ezért vannak a szabályok. Én megjövök tőled. Egyszer mindüket alá megy tesz a szarba. Ja, persze, vannak szabályok is. Nem hallottad, hogy vannak, akik élünk szeretnének? Inkább egyénivel, nem velünk egy csapatban. Visszajöttem, nem? Hallotta pedig mentőosztagokról is, direkt akciókról. Én nem tudom, nektek mindig szabszeg van a seggetekben. Hol van? Mondjuk szerintem is ki lehet írni még egy kis ideig, ha összeszorítja az ember a fogait. Még senkitől nem hallottuk, hogy kajakra kivitték innen. Én azért nem szívesen kaphatnám ki a vesémet vagy a májamat. Olyan is hallottam, hogy az orrát szedték le valakinek. Azt miért? Szabályaink! Nem tarthatunk a szobában. Loverboy, drog, fegyver, lopott tárgyak. Tilos mindenütt hangoskodni. Tevékenységünkkel a másik tevékenységét megzavarni. Tulajdonosan visszaszólni, túl gyakran szellőztetni, déli 12 előtt megjelenni, útlevélben a születési dátum értelemszerűen minimum 18, végül a bánikomról. Ne hidd, hogyha és amennyiben ráesel, mentesülsz a súlyos következmények alól, mintha csak szándékosan tennél, kiszállási díj és mellé intézkedési díj lesz mindenképpen felszámolva, úgyhogy ne részeles. Napi szagom. Egy pillanatra ott hagyom heverni a kémágust, pinagust a levegőn, és kifordulok a protyóra. Lezutyanak, és már múgó szívom terpesztett combjaik közül a vadpinaszagot. Kia a protyóra, és szétál combjaik bölében érzem és emlékezem az ős pinára. Az ószeres! Pont felteszem a túlvállalást, bibérjük a kockózatot, a borsodőrök lehet, megint az utcán, az ószeres bácsi! Az ószeres bácsi! Az ószeres bácsi! Hoppa!
első szökés története. Félelmem volt az első szabadságom. A kikötő felé gyorsaságom volt a szabadságom. Az éjségem volt a félelmetes szabadságom. A magányosságom volt a szabadságom. Azután a helytelen próbálás maradt a szabadságom. A feltett ajánlatok elől való ismételt futást. Igen, a futás volt a szabadságom. De a hova futás ismeretlen helye, ismeretlen célom volt a szabadság. Fáradtságom volt a kurva nagy szabadság. A hajunk árnyékában húzódva dicstelen allás volt a szabad. Futottam megint, csak ne kelljen élvezni. A kórház története. Ti azt hiszitek, hálás vagyok nekik, hogy összevarták a fejemet. És legelőször én is azt hittem, hogy hálát kell éreznem. Fehér volt az ágynem, hogy fejlődött is hálóingem. Először ültettem, mintha kedvesen viselkednék velem. Ettem a holland nemzeti és az összeurópai ételféleségeket. Még egészséges gyümölcsdarabokat is fogyasztottam. De jaj, mondd elém az idegen szívűségem. Én itt nem szívesen látott vendég vagyok. Magyarán hiába egyenlő testvéri szabadság, valamitől ők idegenkednek. Valamitől meg mi is, egymástól. Nászmiről az is fájt, egyre erősebben, hogy az én dzsunkámtól elszáraz a nagy épület. Nem csak, hogy a hajam lett megsemmisülve, de a varrások miatt a számos elcsön. Fél arcom gyakorlatilag halott. Bár a másik még nagyobb. Persze, hogy elszöktem. Volt egy kis zavar a zsóba, de minden elsimult, mint a kavics. Utána tó hullámai. Itt vagyok újból. Szépen teljesítek. Én lettem a sötét ló. Ma az olvasás világnapja van, és én elértem, hogy az utcában minden kirakatban legyen olvasás. Felolvasásra lehet befizetni. Bár a könyvet én válogattam ki az utcai könyvszekrényből, de szép ez is, jönnek forgatni persze. Jó látni, ennyi nő forgatja a lapokat, mint egy rokkán, pörögnek a szállat, és a felizgatott vevők új örömünkben, dobzóban neki szaladnak, a fekete éjszakának. Új szabályok! Mától az utolsó mindig kap verést. Az első nem kap, a második se valószínű, a harmadik... Akkor nem, ha megvan a minimum, de... A negyedik közülünk az a mindenkori utolsó megkapja repetával. Úgyhogy kapkodjunk a ruhát, valamunkat hajrát, győzünk meg a ruhát. Ez a karácsony a Joe, a Tartom klubból. Van állítólag egy ilyen magyar megyékház. Oda lehet bejutni a kiválasztottaknak, és aki 7 évig jól viseli magát, szabad lehet, hazamehet, vagy akármi. 7 év alatt elfelejti az ember az éhes szellemeket, akik véresre szívták, sőt, csak a vérben tocsogat jöttek el hozzá. Saját vérében mázolták a csecseit, persze az arcát sem kivéték. És 2 kutyával elérték, hogy halálosan megtiltani az állatokat. A házban állítólag állatokat kell gondozni. Kinek van 7 éve, mikor azonnal kell élni? De a Vanden. Különösek az esték mostanában, amióta a halottlány kirakatát lelakatolták. Hiába megyek arra, nem találom meg titkos sétáim egyikén sem. Nem küzdök, nem harcolok a többi lányjal, felőlem gyepálhat a Joe. Csak annyit vállalok, amennyit becsülettel el tudok látni kedvel és pláne ötlettel. Fogynak a kirakatok, pontosabban átrendeződnek. Hol itt, hol ott tűnnek fel el. Különösen az a vándorló kirakat, amiben a halott lányt megölték. Egy véletlen, rosszkor, rossz helyen, nem kell, hogy közel legyen a spontán erőszaknak a munkánkhoz. Nézzük szenvedélyesen, vegyük át az irányítást, ezt mondja Edmund. Az legyen, amit mi akarunk, ne sodródjunk az eseményekkel bele az áldozat szerepébe, képzeljük el, hogy mi irányítunk, és ha már megvan fejben, győzni fogunk, hát avanti popoló. Kártyadóság. Hogy Joe-nak ez a kis problémája van, hogy jelentős sokat. Minket nem érik volt a képviselő szinte, vagy halik. A csecsen mameluknak adni minket, nem is neki jutott ez szerintem eszébe, inkább közülük lehetett valaki. De viszont fölmerül, mi lett az évek hosszig tartó álmainkkal, nevezzük tartozásnak. Szegény Joe, te kezdj! Ha
természetes adóssága neki, de férfiaknál már kötelező elvárás, hogy ember számba vegye a szűkebb és tágabb társaság. Majd körgyorsulj szépen, kihasználjuk az adódó alkalmat. Szebbet vagy csúnyábbat veszünk adott igény szerint. Mi ide tartozunk. Miénk a Molenszté, Bárnyi Egyháza utca. Tekintsd ezt adomásznak. Szemben dolgozok, én műkörmös, ő 3D szempillaépítő. Őtőle jobbra szó is recepciós, mellette ő itt a kozmetikus. A függönnyel valami, ahol van a relukszával jelenünk egymásnak. Már neveinkkel sem szólítjuk egymást, most egy kasszára dolgozunk. Bármi felét rejtjük, amik van. Egy mindenkiért, mindenki Joe-ért, titkos életünk van. Mondtam a Joe-nak, Mariska említett valami szemléltetőkönyvet. Bizonyos élvezeti szintekről, hogy mondom, kurválkodunk jó, de igazán nincs komolyabb ismeretünk vagy szaktudásunk erről a témáról. Technikai szókincsünk és a technológiai alapkiképzésünk igencsak hiányos szerintem. Három nap tökök a telefonban, három nap, ennyi az ultimátum. Joe megjelenik az utcánban. Mi izgatottan rángatjuk a függöny szárnyainkat. Várjuk, hogy egyikünknél fedett szóstör kerül ki a rizsát. És dugdossa a négyegyét a melltartónkba, beszarás! Mennyire érdekli a Joe, minket két kedélyes szóviccel elintéz? Valóságos hadjáratot vezérel ellene, lehet, hogy féltékeny az egészre. Vagy húzik, vagy rendőrnek! Kellett volna mennie, vagy mind a három! Minden esetre, jó kis köcsök, kibaszunk vele!